Egy korábbi üzembemutató esemény keretében Vásáros a Tisza híd alatt állították fel azokat a szárazföldi és vízigépeket, amelyek a felső tiszai hulladékmentesítési projekt részei. Ezen kívül még három másik helyen alakítottak ki kárelhárítási pontot a Tiszán, egyet pedig a Szamoson, ahol az Ukrajnából érkező hulladékot ki lehet emelni a Tiszából. Ettől azt várják, hogy jelentősen csökkenjen a Tisza szennyezettsége az alsóbb szakaszokon is. Egy nagyon komoly kormányhatározat született ezzel kapcsolatban. Több mint egy milliárd forintból egy komoly beruházást valósítottunk meg. Ez azt jelenti, hogy olyan gépeket, berendezéseket, hajókat állítottunk üzembe, amely képes a Tiszán érkező kommunális hulladékot, ami ugye döntően petpalasz formájában úszóanyagként jelenik meg, leszedni nagy részt a folyóról és ehhez kapcsolódóan kiszedő helyeket létesítettünk négy helyszínen, hármat a TISZA mentén, egyet pedig a Szamosson. Tehát, hiszen jöhet a szamoson is ilyen anyag. Ezen a tévén az igazgató az irodájából is figyelemmel kísérheti, hogy milyen a vízállás a megfigyelőpontokon, valamint azt is, hogy mennyi szennyeződés érkezik a TISZÁM. Jól kivehető ezen a képen, hogy a Rahui állomás kameráján több búzópert, palackot is lehet látni azonban ekkora mennyiségnél még nem élesítik az elhárító rendszert. A megfigyelő rendszert döntően átalakítottuk, éjjel-nappal látó kamerákat szereltünk fel Kárpátalján három helyen, a Tiszán két kamerát, a Borzsa folyó mentén egyet, illetve Tiszabecsnél az ország határnál. Tehát képesek vagyunk észlelni időben az érkező hulladékot, és a hulladék mennyiségétől, az áradás nagyságától, visszhozamtól függően határozzuk meg a beavatkozási helyszínt és a beavatkozási eszközöknek a rendszerét. A négy elhárító egység 48 órán belül képes lesz beavatkozni, melyekkel kezdetben 70, majd később akár 90 százalék körüli hatékonysággal lesz megtisztítható a felső Tisza vidékén a folyóvize a felszínen úszó hulladéktól.